Sziasztok! A mostani videóban a fehér nemekről fogok nektek beszélni. Munkám során nagyon sok nővel találkozom, és észrevettem, hogy nem mindenki hord megfelelő méretű melltartót, ami nem csak csúnya, de egészségtelen is. Pedig az üzletekben most már ugye szakértők adnak tanácsot, hogy a megfelelő méretű melltartót válasszuk ki, például a csíbónál is. És ha már ezen túl vagyunk, akkor jöhet a dizájn. Kedvencemet emelném ki, ami egy előformázott puha kosaras melltartó, ami ugye nagyon kényelmes viselet lehet. Ez a klasszikus fazon nagyon jól néz ki ettől a csipkebetéttől, ettől lesz ugye ilyen fiatalos, friss és divatos. És ebből a variációból találhatunk egy olyat, ami vastagabb szivacsos és ugye fémmerevítős, viszont ennek a háta az, ami nagyon izgalmas, szintén ugye ezt a csipkét találhatjuk meg rajta, keresztpántos, úgyhogy trikókhoz tökéletes, és nagyon szexi. Ehhez még ugye tartozhat különböző fazonú alsók, ugye egy klasszikus bugyi, amin szintén ez a csipke vonul végig, illetve ez a francia bugyi, ami nagyon szexi és kényelmes viselet lehet. A következő szettet fogom nektek megmutatni, amit otthoni viseletre ajánlok. A kinyúlt melegítő nadrág, illetve az ezer éves póló helyett százszor szexibb egy pihe puha anyagú trikó, illetve egy bővebb short, amit különböző színekben találhattok még meg, például ebben is, és ugye a csipkebetét az nagyon szexivé teszi. Végére hagytam egy köntöst, ezt, ami egy nagyon-nagyon finom puha anyagból készült, és van rajta egy nagyon izgalmas megoldás, ugyanis a hátához varták az övét, így biztos, hogy nem hagyjuk el, ami ugye egy örök problémánk. Ezt a csipkebetétet, ezt már láthattuk ugye a fehér nemükön, illetve az otthoni szetteken, ezen a köntösön is végigfut, úgyhogy ha így választunk ezekből a ruhákból, akkor biztos, hogy nagyon menők leszünk, és csinosak még otthon is. Köszönöm, hogy velem tartottatok, legközelebb is nézzétek a videónkat, ugyanis egy különleges meglepetéssel készülünk. Sziasztok!